Sziasztok! Sziasztok, gyerekek! Jó estét! Mindenkinek, minden gyereknek, főleg Andrásnak, meg Annának, akikhez már 5 nap múlva haza tudok végre menni. Egyelőre még nem, úgyhogy ez most itt, ha jól számolom, a 8. esti mese lesz. És hát, jól látjátok, megint a kis gitár van a kezemben. Most szólok, hogy nem igazán tudok jól énekelni, de nagyon fontos ma. Fontos szerephez jut ez a gitár, hiszen talán ennek ellenére, hogy nem tudok jó énekelni, mert Pista bácsi azért nem egy jó énekes, de talán sikerül fölismernetek a következő dalt, szervesen kötődik a mai mesékhez, mert ma este 2 mesét is mondok neked, mivel hogy egyenként rövidek lennének, ezért mondok rögtön 2. Egy valós történelmi személyről szólnak, akiről annak idején a Kecskeméti Filmstúdió egy gyönyörű rajzfilm sorozatot készített, úgyhogy kérjétek meg anyát vagy apát, akik remélhetőleg ott vannak körülöttetek és együtt vattok mindannyian, hogy mutassa majd meg nektek valahol valamelyik videó megosztón, jó? Nagyon fontos, hogy remélem mostatok már fogat, meg kezet is, és pizsamába vagytok. Na figyelem, felismeritek ezt vajon, hogy magyar urak jönnek Buda városába, Vitéz jó vajdájú János hívására. Szépen összegyűlvén királyra szavazni, koronát az égbe 3-szor feldobni. 3-szor repült az korona az égbe, 3-szor is szállt az Mátyás szép fejére. Így lett az országnak Vitéz jó vezére, így lett a magyarnak dicső fejedelme. Milyen király volt ő, íme bizonyságom, igaz tetteinek szép históriájom. Mondtam, hogy nem tudok énekelni, de olvasni viszont annál jobban tudok, mert azt nagyon korán megtanultam. És fel fogok nektek olvasni még mindig a 77 magyar népmeséből, bizony-bizony. Mátyás király 2 történetet mondom el nektek ma este. Nagyon-nagyon figyeljetek, rengeteg van belőlük, és mindig az, mindig történt. Szóval, Mátyás király meg az öreg ember. Egyszer Mátyás király nagyurakkal járta az országot. Kedves volt mindenkihez, nem nézte ki, mi, megszólított mindenkit. Megszólított egy öreg embert is. Az öreg valamikor a katonája volt. Egy-két szó után rögtön rá is ismert, mert Mátyás király megismerte esztendők múlva is, hogy kiszolgált nála. Tisztességben, öreg, mondta a király. Köszönöm az asszonynak, felelte az öreg. Hány pénzért dolgozol? Kérdezte a király. Hatért, felelte rá az öreg. Hányból élsz? 2-ből. Hát 4-et hova teszel? A sárba dobom. Hány még a 32? Már csak 12. Meg tudnál refejni a bakkecskét? Meg én. Az urak csak bámultak. Egy szót se értettek ebből a beszédből, látta ezt a király, és nevetve még azt mondta. Míg a képemet meg nem látod, addig meg nem magyaráz senkinek. Azzal a király tovább ment. Az urak utána rögtön tudakodni kezdték. Mi szót váltott fenséged ezzel az öreg paraszttal, nem értjük. Felelt Mátyás király. Találjátok ki, aki kitalálja, nagy jutalmat kap. Az urak gondolkodtak, de hasztalan. Erre gyorsan visszamentek az öreghez. Körülvették, kérték, unszolták, hogy magyarázza meg azokat a kérdéseket. Addig nem mondhatok semmit, míg a király képét nem látom, mondta az öreg. Hol? Milyen képét? Kérdezték az urak. Hát, ami az aranypénzen van kinyomva, mondta az öreg. Megállapodtak. 10 aranyban. Az öreg most már elkezdte a magyarázatot. Tisztességben, öreg, ez azt jelenti, hogy az asszony mossa rám a ruhát. Márpedig a tiszta ruha tisztesség. Ezért vagyok tisztességes, és ezért mondtam, hogy köszönöm az asszonynak. Te miért dobod a pénzt a sárba? 6 közül 4-et, kérdezték az urak. 6 pénzt keresek, 2-ből magam élek, 4-et a fiamra költök, az pedig annyi, mintha a sárba dobnám, felelte az öreg. Hát ez mit jelent, hogy hány még a 32? Megmondom, 10 aranyért. Leolvasták az öregnek az urak azt a 10 aranyat is.
Legénykoromban bizony 32 fogam volt, de most már csak 12 van. Ez azt jelenti, felelte nevetve az öreg. Már csak egy kérdés volt hátra. Az urak azért se sajnálták a 10 aranyat. Hát az mit jelent, hogy a bakkecskéket hogyan fejed meg? Hát az azt, ahogyan most az urakat megfejem, válaszolta az öreg, fejébe vette a kalapteát, és ott hagyta az elképett urakat az út szélén. Így lett 20 aranya az öreg embernek, mert ez is volt. Most jön a következő mese. Mátyás király, ez nagyon ismert mese, Mátyás király meg az igazmondó juhász. Elment a burkus király Mátyás királyhoz. Mint pajtások köszöntötték egymást, mondja a burkus király. Azt hallottam, hogy magának aranyszőrű báránya van. Igaz, mondja Mátyás. Van nekem a juhaim közt egy aranyszőrű bárányom. Meg van egy olyan juhászom, hogy az még sosem hazudott. Mondja a burkus király. Én megmutatom, hogy fog hazudni. De, mondja Mátyás király, nem hazudik ez? Olyan nincs. De én megmutatom, hogy hazudik, mert én megcsalom, de úgy, hogy muszáj, hogy hazudjon. Fogadok akármibe, hogy nem hazudik, mondja Mátyás király. Fele országomat odaadom. Én is odaadom a fele országomat, ha nem hazudik, mondja a burkus király. Jó, kezet fogtak. Avval jó éjszakát mond a burkus király, és megy haza a szállására. Ott felöltözött a burkus király közönséges paraszgúnyába, és indult ki rögtön a tanyára a juhászokhoz. Köszönti a juhászt, az visszaköszönti. Isten hozta király uram. Honnét ismersz te engemet, hogy én király vagyok? Megismerem én a szaván, hogy maga király, mondja a juhász. Azt mondja a burkus király. Adok én neked sok pénzt, ráadásul 6 lovat meg hintót, csak add nekem az aranyszőrű bárányt. Jaj, mondja a juhász, a világért se adnám, mert felakasztaná Mátyás király. Még több pénzt ígért neki a burkus király, de nem, a juhász nem állt kötélnek. Hazamegy nagy búsan a burkus király a szállására, és csak búsul és búsul, ott volt a lánya is. Ne búsuljon, mondja az a lány, mert elmegyek én ahhoz a juhászhoz egy csomó színaranyjal, én majd megcsalom. Vitt egy ládácska színaranyat a lány, és egy üvegbort, jó mézesen, hogy a juhászt megcsalja. De azt mondja neki a juhász, hogy neki nem szűkös a pénz. Mátyás király meg felakasztja, ha meg tudja, hogy hová lett az aranyszőrű bárány. Addig-addig beszélt a lány, addig incselkedett, hogy végül megitták a bort is. De a lánynak kellett előbb innia belőle. Látni akarta a juhász, nem tette valami étőt beléje. Nem. A bortól olyan kedve kerekedett aztán a juhásznak, hogy utoljára azt mondja. Odaadja ő a bárányt, ha a lány hozzám egy rögtön feleségű. Pénz neki nem kell, mert pénze van elég. Sokat szabódott a lány, de végül mégis beleegyezett. Azt mondja aztán a lánya juhásznak. Nyúzd meg a bárányt, a húst edd meg, mert nekem a húsa nem kell, csak a bőre. Megnyúzta a juhász. Hazavitte a lány nagy örömmel az apjának, az aranyszőrű báránynak a bőrét. Na, örvendezett az apja, hogy a lánya meg tudta csalni a juhászt. Eljött a reggel, búsult a juhász, hogy mit mondjon most ő a Mátyás királynak, hogy ne tudja meg, hogy az aranyszőrű bárány elveszett. Indult a kastélyba, és útközben elpróbálta, hogyan is fog hazudni, ha a király elé kerül. Beszúrta a botját egy egérjükbe, a kalapját rátette a botra. Elhátrált aztán tőle, meg feléje ment, köszöntötte király uramnak, mondta a király nevében saját magának. Mi újság a tanyán? Mondta erre ő a maga nevében. Ott bizony nincs más, csak az, hogy az aranyszőrű bárány elveszett, a farkas megette. Mikor kimondta, megijedt. Hazudsz, mert akkor a többit is megette volna. Avval kivette a botját, és ment tovább a király kastélye felé. Ismét talált egy egérjukat, ismét beletette a pálcáját rá a kalapját, és köszöntötte király uramnak a botot. Mi híret, anyán? Nincs egyéb, csak az aranyszőrű bárány bedöglött a kútba. Hazudsz, vélte hallani a király hangján, mert a többi is bedöglött volna. Ismét kivette a pálcáját, és ment tovább a kastély felé. Harmadszor is talált egy egérjukat, belétette a pálcáját, rá a kalapját, és köszöntötte király uramnak a botot. Mi újság a tanyán? Ellopták az aranyszőrű bárányt, hazudsz! Mondta a király, mert a többit is ellopták volna. Kivette most is a kalapját, meg a botját, és ment tovább, Mátyás király palotájába. A burkus király is ott ült az asztalnál a lányával. Bemegy a juhász, és köszönti a két királyt és a lányt is. A bőrt már oda vitte volt Mátyás királynak a burkus király, és most várták mind, hogy hazudik-e a juhász.
mert ha hazudott volna, Mátyás király a fogadással elvesztette volna a fele királyságát. Mi újságát, anyám? Kérdi Mátyás király. Nincs semmi egyéb, király uram, mint hogy az aranyszőrű bárányt egy szép fekete báránnyal elcseréltem. Nagy volt Mátyás király öröme. Hát, hozd be azt a bárányt, mondja a juhásznak. De azt mondja a juhász. Ott ül középhelyt, a két király közt. Éljen, mondta Mátyás király juhásznak, nem hazudtál. Ezért neked adom a Burkus királynak a fél országát, amit tőle elnyertem. No, mondja a Burkus király, én is odaadom a lányom, úgyis megszerették egymást. És így lett a juhászból Burkus király. Na, remélem tetszettek a mesék, mindenképpen keressetek rá, nagyon-nagyon jó mesék és tanulságosak a Mátyás király meséi. Mindenképpen, ha még nem mostatok fogat meg kezet, akkor most jó alaposan mossátok meg, és holnap egy újabb nap lesz, nagyon jó idő lesz, nagyon vigyázzatok magatokra, és én meg 5 nap múlva már otthon vagyok. Sziasztok!